Shalom, anahlom de mitoch a szefer Talmud Shalom mindenkinek, mi a tíz fira tanulmányából olvasunk, mondják a Héber oldalszámot. Kérdés, hogy a Kabala TV-n keresztül a kivázott kérdésnek ki lesznek sugárazva a lecke során. Tehát tíz fira tanulmánya, 16-os fejezet, mondják az oldalszámot még egyszer. Ari szavaival kezdjük. Később, amikor Ádám Harison megjelent és korrigálja a saját cselekedeteit, akkor a cselekedetei korrekciója által körülkeríti a szőlőskertjét, és leválasztja az összes klipáról, és visszavezeti a szemtől szembeállapottal a teremtővel, amit azonban Ádám Harison nem tud korrigálni, csak a felső világok, az ilyen, amely az Asszia, amely teljes egészében klipa, ő korrigálhatatlan, és ez a világ az mindig hát-hát állapotban marad a szentség edényeivel, még egyszer. Később, amikor Adam Harison korrigálja a saját cselekedeteit, a cselekedet korrekciója által ő körülkeríti a szőlőskertjét, és leválasztja az összes klipáról, és visszavezeti ezeket a szemtől szembe a teremtő minőségével, amit azonban Adam Harison nem tud korrigálni, csak a felső világ, és az például az Asszia, amely tiszta klipa, és korrigálhatatlan, és ezek a világok mindig ahor-ahor, azaz hát-hát állapotban maradnak a szentség edényeivel. 185. És amikor megjelenik a szemét a korrigálhatatlan, a külsőségek, amelyeket megragadtak a klipák, ezek mindig ez a titka az Isten, idegen isteneknek, istenek, amelyek a hát-hát állapotból következnek, az Asziában jelennek meg, mivel a Briában az anya ereje érvényesül, amely egy fészket jelent, és ez a titka a Havajának, amely az Elokimot fogja majd megjeleníteni. Az Asziában azonban idegen istenek léteznek, mert őket megragadta a klipa, még egyszer. Tehát ugyanezek az Ahoráim állapotok, amelyeket a klipák megragadtak, és sokkal nagyobb a veszteség is, mint az ehető dolog, és ezért a hát-hát állapotban leválás történik a szentségről. Ez a titka az idegen isteneknek, amelyek azt jelentik, hogy idegen istenek a teremtő edényekkel való hát-hát állapotban jelenek meg, mert a Bria, és ez csak az Asziában lett így, mert a Bria világában az anya fészkel, és ez a titka annak, hogy a Briában a Havajának a pontozása Elokimmá fog alakulni. Az Asziában azonban idegen istenek jelennek meg, ott nem tud megjelenni az Elokim. Belső fény. 185. Az Isten, amelyik a hát-hátában leválik az Asziából, nyilván a Briában ez lehetetlen, mert az ima az anya fészkel, és a pontozása a Yud-Hei Vav-Hei-nek az Elokimot jeleníti meg a Briában, mert a Briában a Havaja uralkodik, azonban az Asziában idegen istenek jelennek meg. A dolognak a lényege, hogy két fal van, a Hagatnak a fala és a Nehinek a fala. A Hagatnak a fala azt jelenti, hogy a Gardeguf, a test körül van ölelve a Mohindesszággal, és az elegendő ahhoz, hogy teljes fényeket adjon a külsőségek belépésének megadályozására, mert a Gardeguf az mindig a Gardebinától kap fényeket, amelynek a lényege a lefedett haszadim, a hokma ragyogása nélkül, és ezek teljes mohinok a bínától, mert a bína az pedig valóban az első háromnak a fényét adja, és ez nem igaz azonban a Nehi falára, amely a Zondeguf, és ilyen módon meg kell ragadja a hokmának az illuminációját is, és ezért az ítélet az kizárólag a hokma ragyogása által lesz végrehajtva rajtuk, és amilyen mértékben nincs hokma ragyogás felette,
Ilyen módon ez a bűnnek a gyökere és a klipák megragadásának, mivel még hogyha a parcuf, az ki is van választva a szentség által, és csak a kőszív marad, amely 288 szikrát jelent, 32 szikra pedig az imához tartozik. Ezért a házétól lefele minden egyes szent parcufjában a szentségnek kizárólag az anyának a malhutja van, és ezáltal a malhutnak a gyökere a kőszívben, az ott is marad a háze alatt, elrejtett módon, és nem látható kívülről, és ennek az elrejtésnek a lényege az pontosan a nehi elrejtőzése, ami kizárólag a Haggad de Nehit szolgálja, hogy az képes legyen megfelelő módon dolgozni. Ezt nevezzük úgy, hogy összetapadás, hogy a falakat egymással szemben állította fel, mert a falnak az erámpinja az Haggad, a falap az Haggad, és ez elválasztja őt a nukvájától. A nukvának a falap az a nehi, edénye körül emelkedő fal, az ő nehije bele van foglaltatva a Haggadba, ezért egy korrekció történik majd ezáltal, az ő lényegében, amely a nehi, és ez elrejti a nehinek az erejét, mert a Haggad korrigálja ezt, és ezért ezek falként szolgálnak, most a szentségtől elválasztják a nukvát, és a nukva ilyen módon az Erampin falával egyenlővé válhat majd a saját korrekció által, és a nukvának is a Haggad fala marad meg csak, amely az Erampin, és ez úgy tekinthető, hogy ők összetapadásra lesznek képesek, és a formájegyezés miatt ispítás összetapadásra lépnek, mert mind a kettőjük egyetlen falat fog használni, a Haggad edények falát, és ez úgy tekinthető, hogy ők ugyan ahorájm állapotban, a hát-hát állapotban összetapadnak egymással, és amikor ez a kettő összetapad, akkor a nehiden nukva az elrejtőzik, és ezek a nehi edények, ezek a kőszívnek a gyökere, és ezek a klipákhoz tartoznak, ezért az ő gyökere idegen isteneknek tekinthető. Ahogy az írva van, a klipáknak a gyökere rántották le, ezek az idegen istenek rántották le Adam Harishont, és ezek idegen erőknek tekintetők. Erről van mondva, hogy ezek a hát-hát állapotban lévő megszerző edények hatalmas mennyiségű szemetet tartalmaznak, amit a külső erők meg tudnak ragadni, és ami nincs összetapadásban az adakozással, és ez a titka az idegen isteneknek, amelyek leválnak, amelyek a megszerzési edényeket megszerzik maguknak, és a nukva a Haggad falait használja, tehát a Hesed Gura tifeledet, amely teljes egészében le van válva a Zerampinról, akkor ez egyetlen aspektus minden megkülönböztetés nélkül, és ezen belül egy saját falat épít maga körül, amely a nehi, és tehát a Netzach hogyja szót, és ez a gyökere a kőszívnek, amely az összes klipáknak a gyökere is egyben. És ezért a szemét az nagyobb lesz bennük, mint az ehető dolog, ami azt jelenti, hogy bár ők csak a Haggad falát használják, mégis lefedett haszadin van bennük, amely az ehető fényeket tartalmazza, azonban végső soron a saját aspektusából tekintve nincsen benne Haggad erő, csak nehi, tehát netakod jeszod, és ezért ez az erő idegen isteneket szolgál, és ez erősebb, mint a haszadinnak a ragyogása, amely a binából származik, amely a Haggad edények fala, és az a saját lényege lehetne, ezért tudják megragadni őt a klipák isteneit. És ez Nukod de Zerampin szolgálja az Asziában, amely megszerző állapotban lévő a Nukod de Zerampin tekintetében, és ezért a bűn okám a teljes pozíciója a klipákhoz tartozik, még akkor is, hogyha ő korrigálva is van az megtermékenyése által, amikor hát-hát állapotban volt a szentséggel. Miután azonban ő érzi az Atzilutot, és visszatér a saját 10 szfirájával az Asziába, a klipákba,
A korrekció miatt, amit az ahor-ahor állapot végrehajtott rajta, a klipák többé nem tudják megragadni egyáltalán, még akkor is, hogyha ő a klipák között van, tehát végső soron erős kormányzás kap felülről az előző összetapadással, amit a korrekciós én során ért el, mert az ő nehiében el van rejtve a Hagat edényeknek az ereje, amelyek pedig ugyan a kőszívhez vezetnek, és ez mégis a klipákhoz tartoz. Kötik a nukvát, és meg is ragadják őt. Valójában azonban a Bria világában, még akkor is, hogyha a Malkut, a Parsada Acilut alatt is van, itt, és ez a gyökere a kőszívnek, és ebbe bele is van foglaltatva, azonban azáltal ez Acilut végét pontosan érzékeli, ezért a Bria világa ugye nem kontrollálja, és ennek az oka az, hogy az ima a Briában fészkel, ahogy a Stari mondja, és az ima, az anya, az soha nem szenved a megszorítás, valódi megszorítás alatt, mert az anya fényének nincsen megszorítása, ezért, még hogyha ő a parsza alatt is van, úgy tekinthető, hogy az Acilutos tartozik már a Briának ez a része, mivel a Parsza megszorítása egyáltalán kontrollálja a Briát. Ez, amiről Ari azt mondja, hogy a Bria világán keresztül a kőszívnek a gyökere az úgy tekinthető, hogy a Parsza alatt uralja ugyan a nukvát, de csak azból az aspektusból, hogy az Elokimot kizárja, amely bűnnek tekinthető, azonban a lényege teljes egészében Havaja, és az összes kegyelem és a gár fénye benne van, azonban nincs még kapcsolata az imával. Azaz a Briával, amelyben az anya fészkel, és az Asziának a hokma fényét kell megkapni, mert az ima nem tudja kitölteni őt egyáltalán, ezért akikkel összetapadásban van, azokat idegen isteneknek nevezünk. Ez az, amit elmagyaráz nekünk most, hanem hogy miért van az, hogy az Asszia világában nagyon sok klipa van, és ezek nagy erőek, magyarabb, mivel a természetüknek megfelelően a világ, amelyben a Bina uralkodik, ugye ott a kegyelmi fény uralkodik, a Bria világa például ilyen, a Jecira világában is még ez átsugárzódik. A Hazéig, azonban Hazé de Jecira alatti részek, azok valóban már a klipák a kapnakarásnak az uralmát jelentik, és tehát magától érthetően mondom, minél mélyebbre megyünk az Asszia világába, a klipák annál erősebbek és uralkodóbbak, mivel a Hazadin fénye nem tud lehatolni oda, ezért a klipák erősek, és menjünk át, mondja a következő pontra. Tehát itt olvassák a pontokat, hogy hol vannak a kérdések. Tehát fölteszik a kérdéseket, amit Bászalán maga tett föl a belső fényel kapcsolatban, lesz fogjuk most olvasni. Tehát a közöbb pontokhoz olvasa föl, Ralf, hogy hol vannak a kérdések. Tehát ez a pont, hogy sok kérdés van feltéve. Tehát olvassuk el a kérdéseket. Hát, ha valamit le tudunk tisztázni ezáltal. Sela Kaf bet. Orem. Sela nimtet be daf bet lamed dalet. Tehát a 22-es kérdés. Sela nimtet be bet lamed dalet. Amely nem tudom, melyik pontra vonatkozik, mert héberul olvassák ezeket. Nem gimel. És a válasz a kérdésre, az pedig a másik adott pontomban, tehát a kérdés, a 22-es, hogy mit jelentenek az idegen istenek, akik összetapadásban vannak az Asziában. A válasz pedig, mondja az oldalszámot is során, hogy hol van a válasz, hogy mik azok az idegen istenek, amelyek összetapadásban vannak az Asziában,
még Ádám Arison bűnét megelőzően is az Asszia világában hát-hát állapotban voltak az edények, tehát megszerzők voltak, és a fele az valóban a Zerampin szolgálta, a másik felé pedig a Zerampin, a Nukvát, és egy fal volt közöttük, amely a Hasadim fényének lesüllyedését jelentette. A Nehiben azonban már nem volt semmilyen Hasadim, és mivel neki szüksége van a Malchutnak az imájára, hogy a fények menjenek le, ilyen módon a kőszívet nem lehet megvizsgálni. Ezek majd a korrekció végén lesznek azok az edények kikorrigálva. Ez az, amikor kiderül, hogy az Isten pontosan erre a sarokkőre építi majd a korrekciónak a művét, és a klipáknak erős megragadása van a Nehide Nukvában, tehát a Netzachodi Eszold edényekben, az Asziában, a Nukvában, amely a titka az Arahán Bojtának, azaz a szemben álló edényeknek a titka ez, amelyek a kőszív erejét adják, ez a gyökere az összes klipának, amelyet aztán az ezek megjelenő fényeket idegen isteneknek nevezzük, mert ezekben a hát-hát állapotokban megjelenő szándék, az teljes egészen bele van válva a valódi istenségről, az adakozás erejéről. Még egyszer. Tehát mik az idegen istenek? Tehát a bűnt megelőzően, Ádám Arison bűnét megelőzően, az Asszia világa az Ahor-Ahor álpodában volt, amely a Hagate edények falát használta, ez volt az elválasztó vonal, és ez az egy része a Zerampin szolgálta, egy része a Nukvát, és a Hasadim az imától csak a határvonalig hatolt le, és az Ahoráim állapotnak a lényege az volt, hogy megjelent a Nehinek a fala, amely elrejtette a Nehit, és bezárta, és ez nyilvánvalóan csak a Mahot imájával korrigálható, illetve leválasztani a kőszívet, amely pedig kizárólag csak a korrekció végén fog teljes egészében feltárulni. A titka ennek a kőnek, amelyet majd a teremtő a végső korrekciókor sarokpontként használ, és ez az, ami a Jecirában és az Asziában a Zon aspektusának tekintető, tehát a Zerampin és a Nukva együtt, és itt egy erős megragadása van a Nehiden Nukván keresztül a klipáknak, amelyek az Asszia legalja, és ez a titka az Ahorán Bojtának, azaz annak, hogy az edények itt teljes egészében szembeállnak egymással, és ez a gyökere a kőszívnek, amely az összes klipának a gyökere is egyben, és amely az idegen istenetnek a helye, azaz idegen erők, amelyek kiválogathatatlanok és leválaszthatatlanok ezekről az edényekről. Kérdés van? Tehát, hogy érzek, hogy mi a kőszív, ez a lényeg itt, hogy mire épül, miért lesz ez sarokkő, ami... Nyilván a korrekciónak itt van egy rész, amely a Malchutnak azt a részét, amely a kőszív nem engedi korrigálni ezt a legvégéig. Tehát az a legvégén lesz a sarokpont, ami megfordítja az Isten az egész világot. Kérdések? Akkor 23-as pontot fog elfogadni, utána is kérdés fogja felolvasni. אני הולך לפי הסדר שאמרת סתם, לפי סדר עולה, אני לא ראיתי מה זה. בסדר, לא חשוב. אז צדיק דלת זה מהו הזה. כן. שאלה צדיק דלת מהו הזה, השאלה בבית למד וב. מי הזה? צדיק דלת. הקיר, דשאז. נמצאת בבית. אודי אספריק, הצדיק דלת עוד הלום ורבאלס. Ugye csak héberül számolnak, és ezt az angolban is így fordítják. Tehát mi a haze? A melkas. A haze, az a pont, amelytől a második megszorítás egészen a parcuf végéig megtörténik, ez minden parcufban azok a panim edényeknek tekintetők, tehát adakozási edényeknek, és még a második megszorítás sem érintette őket, azonban a haze alatt már megszerző edények vannak, amelyek jelzik, hogy itt van valamilyen fajta kicsinség állapot, amely kizárólag a második megszorítás okán jelent meg. Tehát ez a nekododesszágnak a működése, hogy a hazéig adakozó a parcuf, ugye ez a bínának a parcufja, és a megszorított bína, az nyilván a haze alatt van, ahol a következő parcuf majd megszületik,
Tehát van a haza, melyakos az a szív magassága a parcufnak. A szív alatti részekben olyan edények vannak, amelyek megszerzési edények, és ezeket kizárólag azzal a feltételt tudjuk használni, hogy vagy a korrekció fénye van bennük, vagy pedig... Vagy pedig egyfajta részleges használat jelent meg, amikor egy részét fel tudjuk emelni az AHAP felemelésével, tehát az alsónak az AHAP tehát a gágátvenáim ez a felső színnek, és ilyen módon meg kell, hogy értsük, hogy a házétól felfele minden párcuf adakozó, tehát azokat használhatja ezeket az edényeit, azonban a második megszorítás miatt a ház alatt egyetlen párcuf sem tudja megfelelő módon használni az edényeket, azok eredeti tulajdonságának megfelelően. Következő kérdés, ez a Cadik Zain. A kérdés az, hogy mi a külsőség a hát-hát állapotban megszerző edényekben. Tehát mi az a külsőség, amely a megszerző edényekben működik, a házétól lefelé edényekben, ezeket itt a parcuf külsőségén is nevezzük, mivel minden nehi, az kívül van a gufon a testen, és ez úgy tekinthető, hogy bia, azonban a kezdetekben ez adakozó és megszerző edényekre van felosztva, mert a tiferet kétharmadánál van egy pont, amely az adde bina de guf, amely panim állapotnak, azaz adakozónak tekinthető, vagy belsőségnek, mert az ő kicsinységbe kerülésük a zon megmentése érdekében történik, és nem a saját megváltásuk érdekében, ezért a lényege a kivonulásnak, amikor az Aciut világába kivonulunk, ezek az edények, vagy felemelkednek, az pontosan ez, hogy kétfajta külsőség van, az egyik a hitből felemelkedő, amely a tifelet kétharmadától fölfelemelkedik, mások a külső edényekben emelkedik föl. A Malkutnak, amely a külsőség, a megszerző edények külsősége, az valóban az a megszerző edények külsősége, amelyben megjelik majd a hit, azonban ez csak a Bria világában leszett lefele, és a hátsó résznek a külsősége az a Malkutban van, amely a Jecirában van, és a külsőség külsősége pedig az a Malkut maga, amely az Asszia világában válik majd. Tehát a megszerzés érdekében. Aztán van a megszerzés adakozás érdekében. Még egyszer. Tehát mi a külsőség a megszerző edényekben? Ez a kérdés. A házétól lefelévő edények, ezek úgy tekinthetők, mint külsőségek a parcokban, mivel minden egyes nehi, az kívül van a gufon, ezért ez úgy tekinthető, hogy bia, és kezdetekben ezek föl voltak osztva adakozás megszerző edényekre, mivel a tifelet kép, amely a képadomat pontos, az a bina de guf, amelyet megszerző edényeknek neveztünk, mivel az ő lekísérlésük nem önmaguk érdekében történt, kiürülésük, hanem a zon érdekében, és a nehimben megjelenő edényeket pedig megszerzőnek tekintjük, mivel a lényegük kizárták zárva az acilútból a tulajdonságok miatt, és azért két aspektus jelent meg a külsőségben. Az első, amely a szentségkel való kapcsolata egyértelmű, a tifelet kétharmados pontjában, a másik része pedig tisztán megszerző, és a Malkut, amely a megszerzésnek a felső része, amely kizárólag a belsősége a megszerzésnek, és van a külsősége a megszerzésnek. Ezek a világok aztán a biákhoz tartoznak, és a külsőség, amely a Malhuzon bezárva, az a megszerzés érdekében, azok az Asszia világához tartoznak. Azok, amelyek pedig képesek megszerzésre az adakozás érdekében, azok a Jecirához tartoznak, az RMP-hoz. Tehát talán fontos lehet, hogy elolvassuk a Cadik Alefet. Cadik Alef. Mi a külsőség és belsőség az edényekben, még egyszer, mi a külsőség és a belsőség az edényekben? A helyes válasz a Cadik Alef. A külsőség és a belsőség lényege az edények tekintetében, az a második megszorítás által jött létre, tehát, hogy a Rahamimnek és az ítéleteknek a
megoszlása, amikor a Malchut felemelkedik a binára, és egy zivuk történik a Nikveináim, vagy a szemöldök szintjén, akkor minden Ahab kilép a szintről, és lezuhan egy szinten alá, és látszólag a Rosnak az Ahabja lezuhan a gufba, a testbe, ez a második megszólítás, a gufnak az Ahabja pedig lezuhan a biába, amely egy üres területet lesz ilyen módon, és ez úgy is tekintető, hogy a Zonderos a Nikveináim alatt az le lesz választva 10 férával a Rosról, a testről, a fejről, bocsánat, és ezek körülölelődnek a Jehidával és a hájával, és a külső edények, amik megszerzése megszerzés érdekében, ezek pedig körülöltnek ölelve a palotákkal és az öltözékekkel, és minden egyes parcuf ilyen módon az a gárja rész az edénynek, az három, ezek a moha, ácamot és a gidim, az agy, a test és az inak, és a bőr és a hús, azok pedig körülölik majd ezt. Ez ugyanígy működik minden parcukban, a házétól lefele, mert a háze fölötti részek, azok ott a második megszólítás egyetlen érinti ezeket. Ezek a Habat Hagat edényei, a házéi, és még a Nikudin világában is ezek felette voltak a párszának, a határvonalnak, és a szium a lezárása a parcufnak, amely a cincum beta által érintve lett, a második megszólítása által 10 fíra emelkedik fel, amely ketté lesz osztva, és a panim edények, az adokozó edények, amelyek nem érintettek a második megszólítás által. A kapnak a edényeket pedig, amelyeket a második megszólítás miatt üresek maradtak, ezek a gyökerük felé kiáradnak, mivel az Ahab a rostak, az a külsősének tekintetőek a rost tekintetében, a tangide guf pedig, az pedig a test külsősének tekintetők, egy szóval, bárhol megkülönbözést találtunk az adakozás és a megszerzés edények között, az külsőségre és belsőségre osztható, amely gyakorlatilag a 10 fírát is két aspektusra osztják, és a Malchut emelkedése miatt, amikor összekapcsolódott a binával, Nikveináimhoz felemelkedik, miután a Malchutnak a lezárása az a hazénál lesz, ami fölött már nem kapcsolódik a binával, ezért a külsősége a felsőnek, összekapcsolódik a belsőség a felsőnek a külsőségével az alsónak, és ilyen módon a panim megjelenik az alsóban, vagyis az adakozó edények. Ez azonban nem mutat meg semmilyen változást a minőségben, hanem sokkal inkább majd az jelenik meg, hogy minden ahapja a felsőnek, az leereszkedik az alsóhoz, és ilyen módon azt találjuk, hogy a felsőnek az ahapja, és a panimja az a felsőnek, amely Nikveináim, vagyis a Gálgáftán elmények, ezek egymásra tudnak olvadni, és ezért ezzel egy időben a felső elkezdi korrigálni a saját külsőséges edényeit, azaz az ahapját, és ezzel az adakozó edényeit beindítja az alsónak, és elkezd érvényesülni a törvény, hogy a felső az adakozó edényeivel korrigálja az alsót, azaz megadja az alsónak a megszerzést az adakozás érdekében lehetőséget, és ez egy hatalmas kulcsot jelent a teljes kollekcióhoz. Tehát én elolvasnám, mondja Rav, az előző részből a Adam Harishonhoz kapcsolódó pontokat, amely a Rosh Hashanához a 10 napját a megváltásnak. De menjünk majd tovább, és tehát arit fogjuk majd követni holnap, hogy feltárjuk egyébként a törésnek és a korrekciónak a megfelelő irányítsága. És Rava elmagyarázta,